Nőtt a születések száma az Egri Markot Ferenc kórházban. Az idei évben eddig 825 csecsemő, míg a tavalyi év ugyanezen időszakában 720 gyermek született. Az intézményben augusztus 3-án kedden mindössze 24 óra leforgása alatt összesen 11 kisbaba jött világra, köztük egy ikerpár is, Jászmin és Hanna. Meglepetés volt a családnak, hogy ikrek, mert mind a páromnak a családjában is vannak ikrek, nálunk is vannak ikrek. Úgyhogy nem gondoltam, hogy pont én fogok belesni abba, hogy nálunk is vannak ikrek. De ez így jött. De nem is bánja senki, úgyhogy már azt várjuk, mikor mehetünk haza. Dr. Vácit József, a kórház főigazgatója elmondta, a tavalyi év ugyanezen időszakához képest 105-tel több baba született, ami több mint 6%-os növekedés mutat. Hozzátette, az intézmény két családbarát pályázaton is elindult, ezek közül az első projekt már befejeződött, melynek köszönhetően teljesen felújították a szülészetet. Átépítettük, újjáépítettük a szülőszobát. Tényleg 21. századi a környezet, a berendezések, a szülőágyak, a babafogadó helység, minden nagyon-nagyon szép és nagyon korszerű. A családbarát kettő pályázatnak a közbeszerzési eljárása most van folyamatban. Ennek eredményeként a hotel részben az a rész, ahol az édesanyák vannak elhelyezve, azok a kórtermek fognak megújulni. Hozzátette, a kórház saját forrásból továbbá egy új császárműtőt fog kiépíteni.